teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll, s fog-e örökké állani, vagy egykora semmiségbe száll, megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt, egye a lélek és a test, honnan jövénk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ez is Petőfi, és amit ma este hallunk, az is. A magyarok istene, félre kislelkűek, akik mostan is még kételkedni tudtok a jövő felett kik nem hiszik, hogy egy erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet. Él az a magyarok istene, hazánkat átölelve tartja atyai keze, midőn minket annyi ellenséges század ostromolt vad dühel, ő védelmeze, az idők, a népek égtelen viharja elfújt volna minket, mint egy porszemet, de ő szent palástja szárnyát ránk takarta, stombolt a vihar, de csak fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe, mindenütt meglátni vezérnyomdokát, mint a folyóvizen által a napképe áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt. Így keresztül éltünk hosszú ezer évet. Ezer évig azért tartott volna meg, hogy most, amidőn már elértük a révet, az utolsó habak, habok eltemessenek? Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet, mert káromlás róla ilyet tenni fel. Nemhogy egy Isten, de még egy ember sem űzhet így gúnyos játékot gyermekeivel. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, s büntetéseit már átszembette ő, de erénye is volt, és jutalmat érte, még nem, nem nyert, jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz hazám, mert élned kell, dicsőség és boldogság lészen a te életed. Véget ér már a hétköznapi veszőtség, várd örömmel a szép, Derült ünnepet. Pest 1848 április. A magyarok istene! Sok problémát fölvett már maga ez a kifejezés is. Ki a magyarok istene? Egyik irodalom történész kollégám, Szörényi László egyszer könyvet adott ki ezzel a címmel, hogy hunok és jezsúiták. Mit fedett ez a könyv hogy a magyarok istene talán egy olyan keleti isten, akit a magyar nép az ős hazából hozott, mint régi hiedelmet. Olyan isten, akit maga Arany János is föl akar támasztani, amikor a Buda halálában megírta Istenről a híres sorait, hogy hogy ki az Isten, nem tudom, hogy ismerjük-e, vagy ben van-e a köztudatban aranynak ez a rövid jellemzése, hogy ki az Isten emberek edzője kurta rövid létben. Aranya rá nagyon jellemző rövidséggel, talányossággal, de súlyossággal, emberek edzőjének nevezi az Istent, aki meg akarja edzeni, mint amikor a vasat a tűzbe teszik be, hogy megedzék a vasat, emberek edzője. És a kurta rövid létben meg lehet az embereket edzeni, vagyis változtatni és nemesíteni? Benne van egy csöpnyi, agnosztikus, szkeptikus jelleg, hogy talán nem, hogy talán jobb lenne még több életet élni, talán a lélekvándorlás ősi tanami elől arany sem zárkózott el a honnan és hová szímű versében, mert az ember ilyen rövid idő alatt nem változhat meg, vagy egy más felfogás szerint, hogy igenis megváltozhat, mert ezért van a föld élet, kinek 20-30 másnak 70 20, 80 évével, hogy, hogy megváltozzunk hogy más emberekké legyünk. Ez az Isten kép, az igazi magyarok istene, Isten képe? Vagy később, amikor a középkorban és a, a, reformáció után a jezsuiták próbálták megfogalmazni, hogy ki az a magyarok istene? És kölcsei, akit itt most egy kicsit viszont hallunk ebben a versben, hogy már mi megbűnhődtük az eddigi vétkeinket, Petőfi e verse agitatív vers, hogy az ember higgyen, hogy a nemzet higgyen a jobb sorsában, hogy ne lankat, ne elcsüget szívű magyarok legyünk, hanem, hanem nézzünk fölfelé, ne magunkba, mert akkor elcsüggedünk, vagy kétségbe esünk, ne is másokra. Van egy ilyen ókeresztény mondás, hogy ha magadba tekintesz, ha másokra tekintesz, elcsüggedsz, ha magadra tekintesz, kétségbe el, ha Istenre, ha Jézus Krisztusra tekintesz, akkor ő fölemel. Vajon ez bujkál a vers sorai között? Vajon ez a vers ihlet háttere, ami a magyarok istenéről szóló első verset létrehozta, hogy aztán majd ezt a magyarok istenét olyan természetesen mondja tovább, például Arany János a Széchenyi emlékezetet című hatalmas ódájában, vagy Babics Mihály az ismét csak ezzel a címmel írt magyarok istenéről írt versében, vagy ahogy Adi mondja, hogy az Isten csak verje, verje ezt a népet, mert cigány fajta nem tanul, és nem lesz jobb, csak akkor, hogyha nehézségek jönnek rá, hogyha próbatételek érik, mind a mai napig az a magyarok istene, egy talányos nagy kifejezés, hogy honnan van nekünk Isten képünk? Valahonnan, onnan Kína határáról hoztuk a Kazárokon keresztül, az Kítákon át, a, nem tudom én, a finnugor U Ukó istennel megtermékenyítve, akit majd Vörös idéz fel a szabadságharc után az előszó című versében, amikor azt mondja, hogy az Isten, aki megteremtette a világot és az embert, a félig Istent, a félig állatot, elborzadott az ordon műfelett, és akkor bánatában ősz lett, és öreg, ki ez a magyarok isten, ez az őszhajú, őszakáló isten, akit Vörös Marti felidéz, vagy akivel Petőfi bíztat, hogy nem lehet, hogy ezer évet itt megéltünk, és utána essünk el, hát ez még embertől is rossz tréfa lenne, nem, hogy Istenről feltételezni, hát Isten a gondviselés istene, hunok és jezsuiták. A magyar Isten képek mögött mennyi minden van, és mennyi minden nincs, mert mi 700 évvel a honfoglalás után kaptuk kezünkbe a teljes Bibliát. Amíg a magyar emberek 1590-től kezükbe vehették Károly Gáspár vizsói bibliáját, tehát a teljes bibliát, amelyben olvashatjuk Ézsajás profétától, hogy hát szerintetek kicsoda az Isten, és milyen képet formáltok róla, vagy bálványistenekben hisztek, olvassuk Ézsajás, Jeremiás, Ámos a könyveiben, Vajon a magyarok Isten egy nagyszabású bálványisten, hogyha van más népeknek is istene, és itt az egyes istenek egymás ellen harcolnak, és mindenki hivatkozik a maga istenére? Petőfi verse megoldása, megfejtése még várat magára, miként a magyarok istenekérdés kérdés megoldása, megfejtése is. Erről a versre azonban csak most annyit hadd mondjunk el elemzés során, hogy a biztatás verse, hogy ne magunkon essünk kétségbe, vagy csüggedjünk el, ne másokon ö, ö, csüggedjünk el, hanem nézzünk fölfelé. Nézzünk arra valakire, aki erőt, bizakodást, reménységet tud adni. Nem csak az egyes emberi élethez, nem csak egy közösség, vallási közösség életéhez, hanem a jelenések könyve szerint Jézus Krisztus a királyoknak is, a királya is, az uraknak is az ura, vagyis őrá tekintsen minden ember és minden nemzet.